Gratulálok! Ön nyert egy Csuszi Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Csuszi kódot! Na sziasztok srácok és lányok, üdvözlök mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban. Így bizony, már a második videóban a mai nap folyamán, hát Jézusom, jönnek a csiriók, ahogy mondtam is, minden nap gyerekik. És igen, sikerült elérni a 29.000 kupát, lassan ott van a mágikus 30.000, ami lassacskán tényleg meg lesz, közben pedig beérkezett egy újabb katasztrofális pálya játékba. Úgy néz ki a pálya, mint hogyha egy ilyen kis virág lenne, jaj, de békés ez a pálya. Hát nem, a neve a kivégzés idő, hiszen középen egy srác teljesen körbe van véve, be van kerítve, és mindenki őt fogja lőni már, ahogy éled. Valaki pedig teljesen kint az óceán széléről fog kezdeni, aztán úgy fog beugrani, úgyhogy hát neki is érdekes lesz a helyzet. És gondoltam, ha már Pam, akkor legyen kövér, úgyhogy vele fogunk most menni a mai nap folyamán. Megnézzük, hogy mit lehet vele alkotni. És pont én vagyok kint a víznél. Hát ilyenkor ugye annyi szerencsém van, hogy várhatok azért bőven. A Kál az biztos, hogy ott lesz, vele kell megküzdenünk. Ő már készül is ránk. Hát hogyha... Ja, hogy én középre esek be! Akkor még rosszabb itt kezdeni. Én vagyok a haba tortán. Akkor már kivégzik a középső embert, akkor jöhetek én. Bár azért azt hozzátenném, hogyha vacsorára esztek engem, akkor lehet, hogy meg fog ártani a gyomruknak. Főleg, ha egy ilyen nagy falatot szeretnének este befalni. Valószínűleg itt próbálnak majd maradni. Hát az érdekes, hogy ez a Bibi majdnem nem tudta kicsinálni, és már be is ugrik középre. De közben a ketrecet, hát kiütötték. Most már ki lehet onnan mászni. A Coldnak pedig valószínűleg van vagány kis gadgetje is. És jön egy újabb falatka. Hát itt is van a Sandy, aki meg fog dögleni. Azt tuti, hogy ott szélen kezdeni, hát nem éri meg. Az tuti fix. Meg az is, hogy máshol kellett volna raknom mondjuk ezt. Hát első ránézés azt kell, hogy mondjam, hogy a mappon lévő játékosoknak a 20%-ának nagyon rosszul jön ki ez a map. Ugye annak, aki középen kezd, illetve aki szélen. Hiszen aki szélen kezd is valószínűleg ugyanúgy középen fog lenni. Hát egy olyan 10-20 másodpercek később, hogy elindul a mérkőzés. 10 mérkőzésből akkor 2-t biztos, hogy lúzolni fogunk. Na nézzük! Lesz-e itt damage elé, és szedjed már szét, azaz. Hát én meg fogok itt pusztulni, viszont megvan a második hely. Hát lehet itt nyerni. Ez az év legjobb pályája. Hát remélem nem engem fognak bedobni, remélem, hogy nem lesz disznóvágás. Jaj, szerencsére nincs disznóvágás. Engem bedobnak oda akkor. Jaj, hát itt bit, koma. Te most ott nem jártál túl szuperül. Gyerünk, mindenki üsse! Hát itt valami pankrátor ott középen! Hát nagyon gyorsba lehentelték. Hihetetlen izgalmaknak lehetünk szemtanúi. Nézzük, hogy hova fogja lökni. Jó, ez így belefér. Kiugrunk, szevasz! És... ez már nem is rossz! Ez már nem is rossz itt! Pórul járt, rendesen. Gyertek befele, fájtoljatok! Top 4! Megvan, hogy melyik pályán lehet igazán pusolni. Hát mondjuk a közelharciakkal, nem ezekkel, de ezzel is működőképes. Azon is gondolkozom, hogy lehet, hogy jobb lenne amúgy a sebzőset bevinni. Lerakom a podomat, és a falon keresztül fog sebezni. 200 millió IQ! A Search fog megpusztulni, nézzük, hogy ki fogja rávetni az első követ. Ott is van, hát az El Primo úgy döntött, hogy inkább én jövök be. Cseréljünk helyet. Hát sajnálom szegénykét. Valakit lőni kell, de nagyon, hogy a podomat le tudjam pakolni, és már top 6. Hát mi most kezdődött el a mérkőzés? Top 4. Semmit nem csináltunk, nagyon jó. Ezt már szeretem. Jó, ez így nem 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 jó. Nem baj. Plusz 4, ismét. Megéri. Megéri az összes ilyen akció? Mert féláron lehet ilyenkor venni a csirkefarhátot. És mint láthatjuk, a Pam egészen szereti a csirkefarhátot. Aztán biztos, hogy nem egy kilót szokott belőle venni. Szegény Daryl. Nagyon örülök neki, hogy viszont nem engem dobnak oda. Középre! El Brown Junior, avagy karmamester. Nem karmester, hanem a karmamester. Levezényelte, azt mondta, hogy ne röhögjél. Hát majdnem rosszabb pozícióba végeztem, mint a vágási disznó Feri. Edgarnak pusztulja kell. Sőt, uha. Ez amúgy tök jó. Amit viszont csinál az El Primo. Lassan meg lesz a szuperem, és odaverem. Egy-két lövés még, More. És figyeljétek, nézzétek.
Nézzétek! Ah, azt hittem, hogy nagyobb a range-em. Ez valahogy így elméletben sokkal jobbnak tűnt, mint a valóságban. De top 5 az már ott van, Shelly az pusztulni fog. Lehet, hogy mégsem olyan jó amúgy itt a full közelharciaknak, így, hogy belegondolok. Surge? Surge mester? Gyerünk! Hányad rá? Úgy, ugorjál, pityukám, hát te nem ugrasz, akkor viszont meg fogsz dögleni. Ott is van, hát ez top 1 potenciális lehet. Ez egy potenciális top 1. Hát ez meg lesz. Nincs az az Isten. Hát a podom leszedi, látod? Jó, ez a Star Power. Nagyon jó. És nem is rossz az a pálya, csak ne kerülj be középre. Ne legyen hétvégén disznóvágás. Jó, jó. Van egy másik disznó. Azt vágjuk le, gyerünk. Szegény Primo. Hú, várjál, már van itt Colt is. Hú. Jó, nem ugrunk be, ha nem vagyunk ennyire őrültek. Viszont neki van itt... Ó, gadgetje! És még van egy! Még van egy neki. Tudom, hogy ott van. Csináljad, csináljad, mester! Double kill is coming! And two power cubes! Dupla vagy semmi. Az is döglik. Ó, nagyon jó! Menjél oda bele, azaz! Azt kellett volna kimutassa, hogy a pod ölte meg, nem is én. A hillelő pod megölte. Azt a mindenit. Áruló, hát ez is megdöglik. Egyszerűen önszántukból jönnek ide, hogy kapják a sebzést. Nézd meg, normális. Hát ott áll benne, ott táncol mellette. Ó, ez nem olyan, mint a tábortűz. Már valamilyen szinten az, mert amúgy süt. Forró. Sebez, ha nagyon közel állsz hozzá. Azt hittem, hogy ez katasztrofális lesz. Azt hittem. Aztán meg... Nagyon jó! Ki csinálta? Kitüntetés kéne, hogy kapjon BA Sports. BA Sports. It's a game. A neve egy méh, érted, mert B, és csinált egy virágszírom pályát. És a méhek mire mennek? A virágszíromra. Egyszerűen zseniális. Lehet, hogy véletlen egybeesés, de akkor fantasztikó, my friendé. Ismét nem vagyok középen. Megint a másik dagat van ott. Szegény. Hát innentől kezdve neki azonnal lose. A meteor az még tudna segíteni, de hát így nem igazán. Na az a Surge, ne engem fókuszálj. Addig, amíg nem ugrik ide a nyakunkra, tökéletesen megvagyunk. És nem minket választott, ami középre ugrott be. Nem normális. Ez aki új átütött, haló. Lesz még itt gadget valószínűleg, el fogja gyomni. A Feri. Maradjál már nyugton. Na, úgyis van dögöz. Jó, GG, top 3! Hát életem leggyorsabb mérkőzései. Legalábbis is Shadon tekintve. Ó, nagyon szépen köszönöm, kedvesek vagytok, na maradjatok a seggeteken. Ez meg lesz. Az megvan! Szedjed szét, nagyon jó helyre ugrik bele a közepibe. Hát ez még egy első hely lehet. Gyere! Én szóltam, most meg fogsz dögleni. Ez a pont! Egyszerűen zseniális! És ott van a kedvenc kupaszámom, a 666. Az én kedvenc számom is jó. Na de démon, na de démon. Tudom, hogy neked is tetszik. 80%-ban jó lehet ez a pálya, 20%-ban pedig nagyon rossz. Ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett nektek, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, ha szeretnétek majd még hasonlót látni a jövőben. Legyetek jók, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egér van! Póló! Bögre! Vagány bögre! És... még plüss maci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek! Csúszi.hu!